Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Koncz Tibor vezető, lelki szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és én is köszöntök mindenkit. Rohan az idő, még szinte most kezdődött el az idei év, és már lassan véget is ér. Advent időszaka van, közeledik a karácsony. Mit is jelent ez az advent? Rögtön pontosítok. Én ilyen vagyok, úgy látszik, hogy rendszeresen pontosítok. Ugyanis valóban a naptári év, a kalendáriális év a vége felé van, és az egyház éve most kezdődik. Mert az advent egyfelől valóban konkrétan valamilyen ünnep, de nekünk pedig egy év, az egyház év kezdete, úgyhogy mondhatnám, hogy boldog új évet kívánok. Az advent ugyanis, mint ahogyan általában egy év kezdete, reménnyel és várakozással szokott indulni, hát tulajdonképpen ez az advent. Remény, várakozás, készülődés, valamilyen koncentrált gondolat, lélek, szív, összpontosítás egy fontos dologra. És ez az egy fontos dolog az, hogy nem vagyunk egyedül. Mert az advent arra a szent eseményre emlékeztet, hogy nem volt hiába való a várakozása az ember világnak arra, hogy egyszer bizonyosságot szerezzen arról, hogy nincs egyedül. Hogy van egy másik szféra, egy másik dimenzió, ez a mennyei, az isteni, amelynek a jelenlétében, valóságában, tehát realitásában addig is reménykedtek. De Jézus Krisztus születésével ez kézzelfoghatóvá lett. Ez az advent, erre emlékeztet. Arra, hogy ember ne félj, mert az életed dolgaiba bele tudod számolni, bele tudod számítani az Istent. És valóban van egy ilyen mondásunk, hogy ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. És ezt mi fő gondolatként tartjuk számon. Tehát erre készítjük magunkat. Ez azért kell, hogy készítsük, mert a magától ez nem alakul ki, ez a meggyőződés. Magától az ember a mindennapok küzdelmeiben erre aztán végképp nem tud odafigyelni. Mert ami igazán napi probléma és program, az inkább a megélhetés. Az, hogy a háborúságainkat, a küzdelmeinket győztesen vívjuk meg. Konkrét példa, tegnap is döbbenetes volt számomra, hogy megyek az utcán, és két 16 éves környéki fiatalember ott a fő utcán tulajdonképpen látványosan mindenki mást figyelmen kívül hagyva uralja el a terepet, félrelökve mindenkit, és ilyenkor az ember a maga ősi ösztönéből mit hoz elő? Egy harcot. De az adventben az ember elkezd egy kicsit fölébe emelkedni ezeknek a dolgoknak, és azt mondja, hogy ezzel most nem foglalkozunk. Most másra készülünk. Arra készülünk lélekben, hogy egy kicsit ennek a másik dimenziónak is megfeleljünk. Említette ugye, hogy meg hát ezt mindenki tudja, hogy a mai rohanó világunkban ilyenkor már van az az embertípus, aki dolgozik, még ugye főleg évvégén sokat kell dolgoznia, van olyan, aki már elkezd vásárolgatni ugye a szeretteinek, kitalálja, hogy mit főzön, stb. Tehát rohanva telik most az idő. Milyen útmutatásokat tudna adni, hogy lehet ilyenkor lecsendesedni és készülődni? Hát teljesen egyetértek, hogy ez a ritmus váltás, ez megtörténik, de egy dologra figyeljünk, hogy ez a ritmus váltás, ez nem a mi természetes ösztönünkből, vagy a természetes helyzetünkből fakad, hanem erre kényszerítenek. Mert azzal, hogy akciót, azzal, hogy áramlik felénk, hogy neked már most mozognod kellene, neked most már idegesnek kellene lenned, ezzel mesterségesen alakítják ezt. Én nagyon javaslom, hogy ezt azért nem kell nekünk annyira véresen komolyan venni. Mert ne azt nézzük, hogy mi mit szeretnénk adni, mert ez befolyásol gondolkodásunkban, hogy hú, kitaláljunk valami újat, valami meglepőt, valami olyat, ami eddig még nem volt. Mindig gondoljunk arra, hogy mi az, amit szeretnének kapni. És akkor talán ez a fajta gondolat, ez a fajta látásmódváltás sokat fog segíteni. Mert lehet, hogy nem arra van szükség, hogy most itt nagy bevásárlás legyen.
Lehet, hogy nem arra van szükségük, hogy kilométer százakat megtegyünk valami élményért, hanem egy jó szó. Lehet, hogy csak ennyire van szükség. Lehet, hogy ezen a legnagyobb ajándék. Ha már ezt megtesszük, szerintem van változás. A másik dolog pedig, hogy az idő csak azért gyors, mert fölgyorsítjuk. Az idő az megvár. Tehát azért én azt javaslom, hogy talán ha összpontosítunk energiát, akkor mindezt az egyébként több hétig tartó rohanást összpontosítani lehet. Egy-két napba. És sokkal több időnk marad egyébként az elcsendesedésre. És nagyon fontos, hogy elcsendesedés, mert csend nem lesz. Szólok előre? Régebben volt csendrendelet, nem tudom, manapság van-e. Kötelező jelleggel. Hát talán most is kellene egy ilyet, hogy csendrendelet. Ugye ennek azért vannak lehetőségei, formái. Nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy mi a templomi istentiszteleteket nem azért tartjuk különleges, meg általában egy istentiszteleti alkalmat. Nem azért tartunk különleges, misztikus alkalomnak, ahol látványosan megnyílik fölöttünk az égi csatorna, és látványosan alá hullanak lelki ajándékok. Természetesen ezt lelkileg lehet így értelmezni, sőt kell is. Hanem azért, mert az ember ilyenkor lelassul. Ugye bekényszeríti magát egy olyan körbe, ahol a világnak a zajai egy kicsit ugye elcsendesednek. És egyéb más hangok kezdenek el uralkodni. Olyan sokszor látom, hogy van, aki belebóbiskol mondjuk egy istentiszteleti alkalomba. Ezt nem tartjuk, én legalábbis személy szerint nem tartom Isten ellen valónak, mert legalább, elengedi magát, legalább akkor egy kicsit tud pihenni. Szóval van azért a csendesedésnek alkalma, lehetősége, ugye mi ezeket szervezzük, de odahaza is meg kell teremteni. Nem vagyok benne biztos, hogy mindig kell a számítógépnek menni, nem biztos, hogy mindig kell a tévének. Ebben magamat is kell egyébként, tehát mielőtt valaki azt gondolja, hogy innen felülről alászólok. Nem, ez saját tapasztalat, hogy nem biztos, hogy engedni kell a külső csábításnak, és akkor aztán tényleg a végére belefáradunk az ünnepbe. Ugye ez a klasszikus, a pszichológusok is elmondják, nem csak mi, hogy egyre fáradtabbak vagyunk az egyébként frissülést okozó, vagy annak a céljából megtartott ünnepek után. Ezért, mert nincs csendesedés, nincs pihenés. Javaslom, hogy ezt mesterségesen, de tessék gyakorolni. Ugye mostanában, vagy manapság így is mondhatnám, a gyermekeknél nagyon fontos a karácsony, születésnap, névnap, ugye versengenek, kinek van márkásabb cipője, szerintem az még ma is működik, hogy fölmennek az iskolába a szünet után, te mit kaptál, egy picit lehet, hogy le is nézik azokat, akik szegényebb ajándékot kapnak ünnepekkor. Önök tudják-e ezeket a gondolatokat valahogy formálni a gyerekeknél az iskolában? Én szerintem igen. Az, hogy ebből mi valósul meg, az már ugye a szülőtől függ, meg a nagyszülőtől. A gyerekben egy olyan, a gyerekekben, és inkább így mondom, hogy a fiatalabb korosztályban, mert azért a 18 évig, sőt 21 évig érjük el őket, in konkrétó napi alkalommal. Tehát szóval, mennyire nehéz formálni a Én szerintem nem nehéz őket formálni. Én szerintem nagyon is egyetértenek ezzel. Tehát ők is érzik. Szóval a gyerekben főleg azért lehet látni, hogy a legfiatalabb korosztályban még benne van ez a versengési láz. A tapasztalatom szerint ez a 12-14 év környékén nagyon jelentősen, bármennyire is meglepő. Azt gondolnánk, hogy ekkor kezdenek. Nem. Kezd egy kicsit lelohadni ez a dolog. Talán azért, mert értelmesebbek már, és fogják, hogy arról nem tehet az a másik gyerek, hogy neki a szüleinek nincs annyi. Arról sem tehet, hogy neki megvan. Tehát ő ezt nem érdemelte ki. Nyilván ezt mi erősítjük. Mi arra igyekszünk mindig tanítani őket, hogy azt becsüljétek meg, ami van. Soha ne arra tekintsetek, hogy mi nincs. Mert akkor ez valóban egy versengési helyzet. Te azzal légy megelégedett, oka van annak, hogy ennyid van. Miért boldog? Szerinted boldogabb-e az, akinek sokkal több van? És akkor ezek a gondolatok úgy kezdenek bennük dolgozni. És határozottan mondom, hogy a gimnazista, a korosztály és a szakközépesek, ugye mi őket érjük így el, meg a szakképzősök, nél ez már határozottan nem kérdés. Tehát én nem érzékelem azt, hogy lennének kasztok, lennének
csoportosulások, hogy na mi akkor együtt, mi vagyunk a gazdagok. Sőt, én még azt mondom, hogy talán van egy ellentétes előjel, nagyon sokszor azt veszem észre, és ezt nagyon becsülöm. Ha ebben már részünk volt, akkor hálás vagyok a Jóistennek, nem a mi érdemünk, csak ugye alkalmatlan szolgálók vagyunk, és eszközök, de néha használunk. Szóval, hogyha ez mi általunk van, akkor továbbra is ebben fogunk haladni. Azt látom, hogy aki gazdagabb, az igyekszik segíteni azt, akinek nincs. És nem látványosan, nem válveregetős módon, hanem úgy hátulról, hogy tanár úr, nagy tiszteletünk, miben tudunk segíteni? És a szülők ebben partnerek, és ez egy rendkívül jó dolog. Tehát ha el tudom mondani, hogy az országunk is, és minden szempontból a nemzetünknek is, én látok óriási pozitív változást összességében globálisan, az életében, a családok életében is látok egy ilyet. Nem látom azt, hogy amerikai álmok valósulnának meg, és akkor, amit az amerikai filmekből úgy próbálnak oktrojálni, ránk erőltetni, hogy vannak iskola főnökök. Ez nem működik, nem, nálunk legalábbis nem. Sőt, azok, akik, és a szülői támogatással, akik megtehetnék, azok is inkább emelik föl azokat, akiknek nincs annyi. Úgyhogy ez egy óriási eredmény. A múlt héten a városban elindult egy új kezdeményezés, egy új programsorozat, amely színesíti a városi programkínálatot. Vasárnap adventi gyertyagyújtásra várták a város lakóit. Mi a vélemény az ilyen jellegű kezdeményezésekről? Ez szokatlan, itt még nem volt ilyen. Igen, szokatlan, és meg is lepett. Láttam, hogy ön is ott volt. Ott, természetesen. Még ha nem is az első sorban, de ott voltam. Lélekben legalábbis az első között, de szóval... Ez egy nagy dolog, és becsülöm azokat, akik ebbe beleugrottak, és támogatjuk mindenben, és pontosan azért, mert ám bár az egyházaknak megvan ez a régi hagyománya, mondhatnám, hogy innen, ebből a forrásból táplálkozik minden más hagyomány, de azért reálisnak kell lenni, hogy, és úgy kell látni a világot, ahogy van, hogy itt Karcagon én szoktam mondani speciális helyzet, hogy az Istennel semmi bajuk nincs, de az egyházzal azért nincsenek teljesen baráti állapotban. Tehát megvan a sajátos vallásfölfogásuk a karcagiaknak, ebben semmi kivetni való nincs, én ezt nagyon becsülöm. Tehát ha én, vagy mi, mondom így egyházak, szervezünk is ilyen alkalmat, akkor ez rétegprogram lesz. Ezért becsülöm a nyitást, mert hogy ennek a hangulata, ennek a feelingje, idegen kifejezéssel, ennek az üzenet értéke eléri azokat is, akik egyébként nem biztos, hogy betennék a lábukat a templomba. És egy kicsit talán tudatosabb lesz a karácsonyuk. Ugye az advent, ahogy elkezdődött, már én nagyon örültem neki, hogy nem ilyen sztereotíp, kis csillingelés, kis fényecske, tehát nem ilyen dedú szinten, hanem tényleg rákoncentrálva a lényegre, hogy tudatos legyen, hogy mit is ünneplünk, mire készülünk az advent alkalmával, úgyhogy le a kalappal a szervezők előtt, bátorságukért és bölcsességükért, és ezért azt továbbiakban is fogom támogatni, fogjuk támogatni, részt veszünk benne. Advent időszakában többen keresik-e föl a templomot, tehát többen járnak-e a templomban? Igen. Ez nálunk azért érdekes, mert ebben az évben megint csak hálával lehet erre gondolni. Mi a gyülekezetünkben, és talán a televízió képernyőjét figyelők is tapasztalták, hogy az istentiszteleteken is jelentősen megnőtt a létszám. Tehát én azt mondom erre, hogy ez egy kegyelmi ajándék, most éppen ez egy állapot, de ebből indulunk ki, hogy most valamilyen növekedés van. Ehhez képest nem látok, most még egyelőre óriási növekedést, nyilván van valami látványosabb, főleg korosztályi értelemben ilyenkor advent idején, de ami teljesen meglep az, hogy éppen mostanában van egy evangelizációs alkalmunk, ahol ennek az az értelme egyébként, hogy kicsit kinyissem a dolgot, hogy ez nem egy nagy templomi alkalom, ahol azért azok is ott vannak, akik vagy gyászolók, vagy
éppen vendégek erre járnak, tehát itt egy, mondhatnám, egy belső körnek van ez az evangelizáció meghirdetve. Éppen ezért kötetlenebb az egész, tehát itt nincsenek liturgikus megkötözöttségek, ezért sokak számára közelebb és érezhetőbb ennek a hangulata és ennek az üzenete. Na, ennél mérem le a látványos változást. Egy évvel ezelőtt mondjuk, ha 50-en voltak, vagy 60-an, egy hasonló adventi evangelizáció, most, tegnap, este, vagy 150-en voltak. Ez egy jelentős. És fiatalok is, azok, akik lehet, hogy egyébként nem jönnének, és olyanok, akik évek óta nem voltak, most meg már másodjára jöttek el. Tehát van valami várakozás, valami fogékonyság erre a dologra. Nekünk meg az a dolgunk, hogy ezt jó értelemben véve kihasználjuk, ami azt jelenti, hogy ne sablonos, semmit mondó, sztereotíp fogalmakat, patent válaszokat adjunk, hanem egy kicsit, hogy próbáljuk őket fölhozni, hogy ne csak néhány napig legyenek ebben a hangulatban, hanem ez legyen tartós. Úgyhogy én látok a változást. Ünnepekkor készülnek-e valami rendezvényel a templomban? Igen, hát koncert mindenképpen lesz. Egyfelől szerintem mindenki tudja, hogy itt a város egyik ilyen nagy kulturális eseménye fog majd lezajlani, ha jó Isten engedi is élünk a nagy templomban, amikor Kocsis Tibor és Janicsák Reca egy adventi koncertet tart. Milyen az érdeklődés? A visszajelzések alapján elég komoly, és főleg a fiataloknál tapasztalom, tehát saját gyerekeimről is el tudom mondani, hogy ők már biztosan részvevői lesznek. Másfelől pedig a kórusaink készülnek, három kórusunk van. Ez azt jelenti, hogy egyúttal a városi rendezvényen is a kórusok fognak szolgálni, és természetesen a gyerekek műsorai. Tehát mind a két iskolának lesz műsora, úgyhogy aki akar, az megtalálja, vagy aki akarja, az meg fogja találni a neki szóló alkalmat, és természetesen a szokott rendben, a szokott időkben meg lesznek az istentiszteletek tartva. Ebben az időszakban lehet hallani nap, mint nap, hogy különböző segélyszervezetek, egyesületek, egyházak akciókat szerveznek, gyűjtéseket elesettek mély szegénységben élők számára. Önökhöz fordulnak-e ilyen emberek, és önök tudnak-e valamit segíteni nekik? Mi nem várjuk meg, hogy hozzánk forduljanak, mert elég nagy baj lenne, hogyha nekünk úgy eszünkbe kellene juttatni, hogy ők vannak. Ezért ebben már évek óta meglévő tapasztalat alapján elindultunk több körön. Mert különböző rétegek vannak, azért ezt látni kell, hogy így, hogy a szegénység, én nem szeretem ezeket az általános kifejezéseket, ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy általában szeretek. Hát na erre aztán most valaki gondolja azt, hogy pont őre gondoltam. Nem. Ha azt mondom, hogy őt szeretem, az sokkal inkább érthetőbb. Ez is, hogy segítjük a szegényeket, a rászorultakat, ezek jó szlogenek, ezek politikai kampányoknak lehetnek a részei. Nekünk nem ez a gondolatunk. Segítsük a karcagi, rászoruló, idős, magányos, elesett embereket. Na, ez már egy konkrétum. Ezt például a Nőszövetség vállalja föl. Ilyenkor a Nőszövetség összegyűjti a maga kis erejét, és ha jól tudom, most olyan 100 körül lesz olyan idős embernek csomag átadva, egy kis segítség, meg persze vele együtt azért a beszélgetés, a odafigyelés, az odaköszönés, ami azért nagyon fontos egy idős embernek, hogy kell még valakinek, hogy még valaki foglalkozik vele. Tehát ez a kör már a Nőszövetségünk által van fölkarolva. Aztán vannak a rászoruló családok, ugye a szegény családok. Ezt pedig egy új akcióval indítottuk el, hogy támogatjuk, ez pedig az úgynevezett kék vödör akció. Na most ez egy vadonatúj dolog. Erről még nem is hallottam. Bizony, kék vödör akció, úgyhogy látványos, amikor egy-két ember kék vödörrel itt vonul a városban. Akkor nem felmosni szeretne. Nem, valószínű, hogy nem, meg nem is krumpliért mennek, hanem ennek az a lényege, hogy egy 3 vagy 4 ezer forint nagyságrendben tartós élelmiszert ebbe a kis
kék vödörbe begyűjtünk, olyan 50 körül fogunk most begyűjteni, de szerintem ennél több lesz a vége. De ez az első alkalom, tehát mondhatnám, hogy úttörő vállalkozás, és ezt pedig bevészük egy központba. Tehát ez egy országos szervezés, aminek részei vagyunk, ezt Debrecenben fogják begyűjteni, és akkor eljuttatják. Alapvetően, és ebben egy kicsit azért a szemléletmód változást talán jó, hogyha mi is képviseljük, hogy mi ismerjük a szegénységet. Itt nagyon sokan szegények, de mindig arra kell gondolni, és ez hálátlanság, ha csak azt mondjuk, hogy csak mi vagyunk a szegények, hogy vannak nálunk is szegényebbek. Ezért visszük ezt el. Tehát nem itt helyben, hanem elvisszük, és azt mondjuk, hogy ti, akik ugye egy központban, akik járjátok az országot, mi is szegények vagyunk, de ha vannak nálunk szegényebbek, akkor vigyétek oda. És éppen ezért ezt begyűjtjük egy központba. A harmadik pedig a fiataloknak, a gyerekeknek a köre, ez pedig már több éve megy, ez a cipősdoboz akció, amit a Református Egyház nyilas misi akcióként, hogy nyilas misi pakkot kapott, tehát egyébként az egész innen származik, tehát az más dolog, hogy hogyan kommunikálja, de innen származik. És minden gyerek, minden tanár, minden szülő, igyekszünk begyűjteni nagyon sok dobozt. Erről tudósítottunk is már az elmúlt években. Igen, és ez több körön is megy, tehát megy külön a gimnáziumban, megy külön az általános iskolában, megy külön a gyülekezetben. Igen, nagy számban szokott ilyenkor összegyűlni a doboz, és amit egy 8-10-12 éves gyereknek, és ezek főleg határon túliak, amit bele lehet tenni, azt általában beleteszik a gyerekek, meg beleteszik a szülők, úgyhogy hogy őket is támogatjuk. Ez természetesnek kellene lenni egyébként is, annak sem örülök túlságosan, hogy ez így van koncentrálva. Jó lenne, hogyha mondjuk ezt ki tudnánk úgy terjeszteni mondjuk évente kétszer. De elfogadom, hogy ilyenkor az emberek szíve nyitottabb, egy kicsit jobban szociálisan érzékenyebbek, és ezt mi meg fölvállaljuk. Tehát ebben vagyunk most éppen benne. Ennek úgy jövő hét közepéig végéig kell lezárulni, és onnantól kezdve magunkkal foglalkozunk. Megtettük a kitekintést. Így van. Azt szeretném még megkérdezni, hogy így karácsony táján az ünnepek alkalmával a legnehezebb a magányos embereknek. Milyen útravaló tanácsot tudna nekik adni, hogyan vészelhetik át az ünnepeket? Ugye ilyenkor sok olyan dologról lehet hallani, hogy öngyilkosságban menekülnek, lelki segélyszervezeteket hívnak. Karácsony szindróma, így hívja a szakirodalom. Mit valóban tudna nekik most tanácsolni? Hát két dolgot. Az egyik, hogy ha ők egyedül vannak, és nem szeretnek egyedül lenni, akkor ki kell nyitni az ajtót. Tehát azért azt... Van egy ilyen sztori, ami erre utal, hogy a magányos embernél, vagy egyedülállóknál azért ott van a vágy, hogy ők nem szeretnének ebben lenni, és tenni kell valamit, és ugye ez az a sztori, amikor egy rendőri telefont kapnak, rendőrségi telefont a központban, hogy menjenek azonnal, mert az egyik lakótelepi lakásból cipővel, fogkefével, könyvvel dobálják a járókelőket. És akkor kimennek a rendőrök, fölmennek a 8. emeletre, és nyitva van az ajtó, és ott egy idős bácsi áll, és akkor mondja, hogy neki a rendőr, hogy de hát ember maga mit csinál? Miért csinálja? Azért, hogy maguk ide kijöjjenek, és tudjak valakivel beszélni. Tehát a nyitott ajtó, nem érzed jól magad egyedül? Hát akkor nyisd ki az ajtót. Egyrészt engedj be olyat, aki meg is érdemli, másrészt pedig menj ki azon az ajtón. Tehát, hogyha van lehetőség, mert vannak azért alkalmak. Városban is, egyházközségekben is vannak alkalmak. Ott szabad bejárás van, ott nincsen belépőjegy, ott nincsen tagsági díj, ott nincsen bérlet. Egyszerűen be lehet menni. Már is valakinek föl fog tűnni, hogy te itt vagy? Itt tetszik lenni? Hogy tetszik lenni? Tehát adjuk meg a lehetőséget, ez egy fontos dolog. Nem fog mindenki nyilván tartani mindent, hogy hol vannak a magányos emberek. Hívja föl magára a figyelmet. A másik dolog pedig, ez speciálisan az egyházi hitilleti dolog, nem vagyunk egyedül. Tehát azért az imádság egy olyan dolog, amit mi párbeszédnek szoktunk tartani. Tehát a monologizáláshoz képest, amit ugye a gyerek szokott monologizálni, hogy ezt kérek, azt kérek, azt kérek,
Ez inkább egy párbeszéd, és higgyen benne az, aki komolyan veszi az imádságot, hogy meghallgatásra talál, és jelek lesznek, amelyek utalnak arra, hogy valaki lát, valakinek fontos vagyok, nem vagyok egyedül. Ezt a kettőt, ha egybe rakom, akkor azt gondolom, hogy igazából magányos, egyedülálló ember csak az lehet, aki úgy akar maradni. Úgyhogy ne engedjünk ennek a kísértésnek, ne engedjünk a depressziónak, hanem tegyünk ellene. És ezt a két megoldást mindenképpen javaslom. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, boldog karácsonyt kívánok. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és én is azt kívánok mindenkinek, jó egészséget. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket.